A világnap meghirdetésével az UNESCO tisztelegni kívánt a könyvek és a szerzők előtt. A könyvek és az olvasás meghatározó szerepet játszanak az emberiség társadalmi és kulturális fejlődésében. Bár az internet előretörésével felerősödtek a könyvet temető hangok, abban egyetértenek a könyvel és az olvasással szakmaszerűen foglalkozók, hogy az olvasás szeretetére nevelés elsősorban a családok feladata. Varga Dalma, a Bogyiszlói Könyvtár vezetője azt mondja, az idősebb korosztály látogatja sűrűbben az intézményt, számukra fontosabb a könyvből való olvasás, mint a fiatalok számára. Egyre inkább megyünk a digitalizáció felé, de a könyvnek mindig megmarad az az értéke, amikor az ember a kezébe fogja, ennek van egy illata, és főként azt gondolom, hogy van az a korosztály, főleg az idősebb korosztályra gondolok, aki nem fog tudni áttérni teljesen a digitális olvasásra, és ez így van jól. A Bonyhádi Solymár Imre városi könyvtár dolgozói azt tapasztalják, hogy a mai digitalizált világban is nagyon fontosak a könyvek, és megmaradt az olvasás népszerűsége. A könyvtárban a kisgyermekes anyukáktól, akik inkább a lapozókat keresik, megfordul a nyugdíjas, idősebb korosztály, akik körében a klasszikusok a népszerűek. A fiatalok pedig az új kiadású könyveket favorizálják. Én úgy látom, hogy az iskolások is már visszaszoknak, úgymond az olvasásra, mert olyan sok kisgyermekes anyuka jön hozzánk, és visznek könyveket, és beszámolnak arról, hogy otthon is olvasnak meséket, hogy én azt gondolom, hogy az olvasás divatja most is megvan, de a jövőben talán még inkább erősödni fog. Az olvasás megszerettetése és a könyv tisztelete a családban a nevelési folyamatban dől el, állítja Rózsa Gabriella pedagógus. Minden tanulással kapcsolatos dologban megvan a szülők és a pedagógusok felelőssége is. Nekünk itt az iskolában az a felelősségünk, hogy megszerettessük magát az olvasást a gyerekekkel és ezáltal a könyveket. Ennek érdekében használjuk mi az iskolai könyvtárunkat is, illetve a gyerekkönyvtárba is járunk rendszeresen a gyerekekkel, foglalkozásokra és könyveket kölcsönözni is, de azt gondolom, hogy ugyanígy a szülők is mintát adnak a gyerekek számára úgy, mint minden másban. Dicső Zsolt költő pozitívan látja a könyv jelenét és jövőjét. Megítélése szerint sokan olvasnak, és nem mérhető ma már, hogy ki honnan szerzi be az olvasnivalóját. A könyv mindig túlélt minden hullámot, tette hozzá. Minden lakásban én hiszem, hogy van egy könyvespolc, és hogyha fölteszel egy pendrive-ot, vagy mészőjösszest, azért van különbség. Úgyhogy nyerni fog a könyv. A mai nap nem csak a könyv, hanem a szerzői jogok világnapja is. A digitális világ terjedése magával hozta az egyszerű plagizálás lehetőségét is. Éppen ezért fontos a szellemi termékek előállítóinak érdekeit is megvédeni.